Szeptember 27-én kihasználva az őszi kellemes időt, szüreti mulatságot szerveztek a gyerekek számára a Három Királyok óvodában. A délelőtti program a szőlő feldolgozásával, szemezéssel, darálással, préseléssel kezdődött, majd megérkeztek a régi ismerős vendégek, Árvai Zsigmond, néptánc pedagógus és a Szőke Tisza népzenei együttes tagjai. A mulatság, ahogyan az régen is volt, tánccal, énekkel és a must kóstolásával fejeződött be. Óriási lenne az a zsák, amiben a szüretről és a szőlőről szóló népdalokat, meséket, közmondásokat, mondókákat összetudnánk gyűjteni. Ugye emlékeznek még a legkisebb királykisasszony kívánságára, aki szóló szőlőt kért, vagy a halhatatlan érik a szőlő, hajlik a vessző kezdetű népdalra. A magyar népnek nem csak a szokásai, hanem irodalmi és zenei kincse is megőrizte azt, amit az évszázadok alatt a szőlőtermesztésről tapasztaltak, elmondtak, elénekeltek az emberek. Ezek a hagyományok keltek életre a Három Királyok óvoda kisgyermekei előtt, a munkafolyamatok egy része és néhánya népdalok közül. Valójában nem is a szüretről szólt ez a délelőtt, hiszen nem kellett leszedni, vagyis leszüretelni a szőlőt a gyerekeknek, hanem a szőlő feldolgozásáról. Nem árulunk el nagy titkot, ugyanis közismert, hogy a szőlőt a szülők hozták otthonról, a kis kertből, esetleg a piacon vásárolták az óvodások számára, így járultak hozzá a nap sikeréhez. Az óvodások vidáman kezdtek hozzá a nagy munkához, először szemezni kellett a szőlőt, vagyis leszedni a szemeket a fürtökről. Egyszerűbb volt a dolog, ha valaki az úgynevezett nagy szemű szőlőt vette kézbe, mert könnyebb volt a nagyobb bogyókat megfogni és leszakítani. Amikor egy-egy kis kosárka összegyűlt, valamennyi a szemekből, akkor újabb látványos dolog következett, meg kellett ismerkedni a darálóval. Itt egy gyakorlott nagyapa tanította meg az óvodásokat arra, hogyan működik a szerkezet. Amíg nem volt daráló, addig lábbal vagy bunkókkal, karokkal történt a szőlőszemek összezúzása. Amikor a daráló elvégezte a munkáját, következett a préselés, a sajtolás, a szőlőből kinyerni az édes levet, a mustot. A kicsik között voltak olyanok, akik még nem kóstoltak mustot, ezért meg is kérdezték, hogy mi ez a piros lila lé, ami a tálba folyik. Amikor a munka dandárját elvégezték, két jól ismert vendég érkezett az óvodába. Árvai Zsigmond néptánc pedagógus táncolni hívta a gyerekeket, míg a Szőke Tisza népzenei együttes tagjai Erős Lászlóné vezetésével énekelni tanították az óvodások. Hey, Jancsika, Jancsika, Dudáról fúj a szél, lettél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dudáról fúj a szél, lettél volna nagyobbra, lettél volna katona, Dudáról fúj a szél. Örömmel jöttünk hozzátok nekünk, és nagyon örülünk, hogy emlékeztetek ránk tavalyról. Yeah.